Sziasztok, én Laci vagyok, és ez itt a Game Geek, az 52. heti adagot nézitek, úgyhogy fogyasszátok felelősséggel. Foglalkozunk egy kicsit a Black Ops 3-mal, a Mount & Blade 2-vel és a Szigettel gamer szemszögből. Ne felejtsetek el választani, mi legyen jövő héten a kiemelt hír. Gyerekek, ez egy szar. Na jó, az igazság, hogy ilyen formában egy sportszedüklem. Gyerekek, ez egy szar. És igazából akármelyik gameplayt, akármelyik trailert nézed, akármelyik sajtótájékoztatót, nem adnak többet. Tudod, mi változott? Más DPI számokra, más ritmusban ölnek embereket. Vagy digitális embereket, hogy ne legyünk olyan véresek, de tényleg semmi nem változik. Az előző rész óta nem szuperszonikus kütyüket, hanem konkrétan már mechanikus kezeket használunk, könyörgöm, hatalmas a változás. Amióta leszálltak a titánok, már mindenki a falon fut, úgyhogy már az se lehet újítás. Nagyon dinamikus, grandiózus, jó zenére, gyilkolás, DPI változás, robbanás, még ha valahol elcsúsznék kicsit és unalmasabb lenne, oda berakunk egy stroboszkóp effektet, hogy azért megadja az élményt, de én tényleg azt érzem, hogy egyre jobban ez a franchise, ez kihasználja már a saját játékosai, saját rajongóit is, és tényleg nem ad már többet, de annyira nem, hogy már tényleg minden videón érezhető. És egyáltalán ne értsetek félre, ez nem az a tipikus Battlefield VS kód, vagy akármelyik ilyen taktikai, vagy nem taktikai, vagy casual, vagy e-sport FPS játék, és akkor cincáljuk egymásba őket. Meg kell vallani, én is nagyon imádom a kódrészeket, mégpedig azért, mert sokkal később jön ki az, hogy megéreztem tényleg játék közben, hogy nekem nincs érzékem az FPS-ekbe. Mert például Cségónál ez egyből előjön a játék indítása után. Visszatérve a Black Ops 3-hoz, komolyan mondom, mindenki csinálja meg, aki most látta ezt a videót. Nézzétek meg a Black Ops 2-nek a multiplayer vagy bemutató trailerét, aztán nézzétek meg a Black Ops 3-nak a régi bemutató trailert, amit az első jött, aztán nézzétek meg most a legújabbat, amik ugye megjelent a beta, és aki megveszi előre, az ugye megkapja a beta jogosultságot trailert. Semmi más nem változik, csak más a hang, más a zene, más a ritmus, és arra máshogy vágták a lövéseket. És ez megy nem tudom hány rész óta, de tényleg. A Gears of War Remastered verziójához kaptunk egy olyan videót, amiben a fejlesztők beszélnek arról, hogy milyen kemény munka ezt lefejleszteni. Igaz, az első részt adják ki szebben. Igaz, ez nem csak egy motorcsere, hanem nagyon sok dizájn, nagyon sok térképet, nagyon sok elemet, nagyon sok épületet újra fognak dizájnolni, de könyörgöm, annyi rész kijött már, és annyi ideje ebbe a világba dolgoznak, hogy igazából már a kidobott konceptártokba össze tudnának hozni egy új részt. És ez lehet, hogy a negyedik lesz 2016-ban, de most ezt hagyjuk. Az igazság, hogy próbálják elhitetni velünk, hogy ez mennyire kemény munka. Nem azt mondom, hogy nem kemény dolog a játékfejlesztés, de azért nem annyira kemény, mintha most egy vadonatúj Gears of War részt kellene lehozni, mint mondjuk a Judgment, vagy mint mondjuk a negyedik rész, mert abban ugye minden új. Tehát a karakterek, az ellenfél, mindenki. Tehát ez egy bónusz rész nektek. Úgyis megvesszük, mert az első rész volt a spanyol viasz, végre újra megjön PC-re, 4 vagy nem tudom, 5, azt hiszem 4 rész után végre PC-re megint visszajön a sorozat, már most el van adva, de azért beszéltek arról, hogy nehéz volt, tényleg megértem, valamiből kell videót csinálni. Egy játék, amely ötvezi a stratégiát az RPG elemekkel, és ráadásul valahogy meg is tartja azt a lendületét, hogy közben tele van akcióval. Ez bizony a Mountain Blade első részére is igaz, viszont jön a második rész, ami nem csak teljesen felújított grafikai motorral és kinézettel rendelkezik, hanem maga a játék alapvető elemeit is kibővítették és felújították. Már a régi is eszméletlen jó volt, viszont a fejlesztők a saját belátásuk szerint is azt mondták, hogy a Warband az úgy sikerült, hogy igazából volt a játékos, hogy 200-250 eljátszott óra után is voltak olyan alap feature-ök, amit még nem is tudott. Tehát képzeljétek ezt a játékot, hogy ez annyira szabadkezű, hogy tényleg mindenféle vezetés nélkül belerak téged a világba, és egy gombbal véget is vethetsz neki. Kész a hősöd. Amikor kiérsz a menübe, a legutolsó gomba az, hogy abba hagyod a kalandozást, és végigolvasod a történetedet, amit különben tök fasza, mert a játék írja arról, amit csinálsz. Tök vicces. Viszont ez tényleg az első másodpercben meg tudod csinálni, nincs célja a játéknak, konkrétan semmi. És emiatt a második részt úgy tervezik, hogy egy fővezető vonalat odaraknak a embereknek, hogy
Én egy kicsit az a baj, hogy attól félek, hogy egy picit tutoriál lesz, és ilyen nagyon gyenge lesz, viszont egy fővezető sztori vonalat odaraknak neked, hogy ez egy nagyjából tudjátok, hogy biztos azért van valami célod ebbe a világba, valamit el is tudsz érni, és így egy kicsit izgalmasabb is lesz. Aki esetleg nem ismeri a Mountain Blade játékokat, gyakorlatilag úgy kell elképzelni, hogy mint egy totálváros nagy stratégiai térkép, ahol mondjuk egy egységet látsz és mész a városok között, viszont van benne vármenedzselés, van benne RPG elem, a saját katonáid fejlesztése, nem csak a tiéd, hanem néha az embereidet is, és van benne szuperszonikus akciójánát is, amikor igazából konkrétan a csatamezőn mész kivont karddal és mész gyilkolni. Pont erről lett híres megköbben a harcrendszerre nagyon jó, de én nagyon imádom ezt a játékot, úgyhogy erről nem szeretnék nektek nagyon sokat beszélni, mert biztos unalmas lesz egy idő után. De lehet csinálni a kettőben a kardokat és a kidézetet, és az rát jó lesz! Végre nem csak meg katapult, na jó, mindegy, megint egy kicsit elkalandoztam. Tehát a második rész nagyon jó lesz. Komolyan tényleg álljunk le. Van az, amikor az elvetemült, elborult hülye ötlet egyszerűen annyira szar, hogy már jó. És van az, amikor konkrétan hülyének néznek minket. Azért, mert valami alá DP és durva zenét raksz, kicseréled a golyókat tejre, a fegyvert cumis üvegre, a kisbabákat lekicsíted, és ugyanúgy fut, mint egy, nem tudom, mint egy kiképzett katona, attól még az nem lesz egy little katonai játék, nem, az egy ugyanolyan katonai játék, más kinekkel, szar zenével, szar lövöldözéssel, semmit nem raksz bele pluszba, és hülyének néznek, és azt hiszik, hogy ezt meg fogjuk venni. De komolyan. Elhiszem, manapság a játékipar némelyelmel kicsit elkorcsosult a hype miatt, de nem ennyire, azért nem. És lesüljedek a legaljára. Csináljunk egy nagyon gyors összehasonlítást. Azért, mert gyors zenében lövöldöznek, mindegy mivel, attól még az nem lesz jó játék, akármilyen máshol szar az egész. Ugye? Eszméletlen, amit a Railgamers-es srácok megcsináltak, ugye, és a szigetre kivitték a játékokat. És konkrétan nem arról beszélek, hogy póker, vagy Rubik kocka, vagy társasjáték, hanem konkrétan a számítógépes játékokat vitték ki a szigetre. Ez úgy történt, hogy csináltak egy Gameland Hoops nevű sátrat, ahova gyakorlatilag kivittek 5 gamer PC-t és még mindenféle szórakoztató cuccot, és napközbeni elfoglaltságot nyújtanak azoknak az embereknek, akik éppen próbálják túlélni a délelőtt és az éjszaka közti szakaszt, ami a fesztiválon azért elég nehéz. Hogy ebben bebizonyították, hogy egy ekkora populáris rendezvényen is megvan a helye a gamereknek. És tényleg ott áll a tömeg, és próbálgatják a játékot, és élvezik a napközbeni elfoglaltságot, amit nem gondoltam volna komolyan, hogy egy fesztiválon erre van lehetőség, vagy bárki értelmét tartja, de például a Riot és a Rocket is támogatta őket, hogyha úgy látszik, a cégek is azt mondják, hogy ebben az ötletben van valami. Én már csak attól félek, hogy nagyon sokszor mindenféle dologra rárakjuk ezt az e-sport jelzőt, és egyből elkezdünk arról beszélni, hogy e-sport. Gyakorlatilag azért, mert a játékok nagy részében, amit mondjuk ott is játszottak, konkrétan e-sport játékok voltak, de azért, mert valaki leül játszani valamivel, akár csapatban is, attól még az nem e-sport, ugye a felkészülés, a versenyre jövő kimenés, a rész, minden, tehát amit egy profi játékos lehoz, azt teszi az igazán nagy dolgokká az e-sportot, viszont nagyon jó esély megfogni azt, hogy a sima kis játékos is tudja, hogy ebbe bizony, ebbe a játékban egy komoly e-sport is van, pár szinten feljebb. És ismerkedni is lehet, akár csapatot is alakítani, ha jól hallottam, még nemzetközi csapat is sikerült megalakításra a sátoron belül, úgyhogy nagyon jó értékeket képvisel, és nagyon jó elméletet is, hiszen úgy látszik működik. Az embereknek meg kell adni a lehetőséget, játszani fognak, megtetszik az nekik, és már régen elhagytuk azt, hogy ez egy szubkultúra. Sőt, még livestream is volt, és igazából vártam azért azokat a jeleneteket, amikor bejött van egy Pumped Gabó, vagy egy mocsás szinten táncoló csávó, leül a gépre és lehoz egy profi LOL meccset, mert azért ott néztem volna egyet. Köszönjük, hogy megnézted ezt a videót, értékelni már te is tudod, nem vagy kezdő felhasználó, úgyhogy nyugodtan tedd meg, ha szeretnéd. Több videót találsz mellettem, mind a két irányba. Ha meg szeretnél jövő héten egy kiemelt hírt, akkor meg ne felejtsd el választani, igen, ezt azt hiszem jól hoztam össze. Különben meg, sziasztok!